Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, Görbic Tamás vagyok, a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek a lelkésze. Van, aki nem ismer, akkor a ti kedvetekért gyorsan elmondom az iniciálét. 1987. október 16-án tértem meg, 24 éves koromban, negyedéves villamosmérnök hallgatóként, találkoztam az evangéliummal, és utána egy ébredési időszak volt Magyarországon, úgyhogy végül is nem mérnök lettem, hanem lelkész. Elvégeztem a teológiát, és gyakorlatilag 91 óta főállású lelkészként tevékenykedek, és fő profilom, a fő területem az az, hogy tanítok, tehát biblia ismeretet oktatok elsősorban, de reménykedem benne, hogy a tanításaim nem csak ismeretet adnak át, hanem ahogy az Úr mondta, élet és szellem sokak számára. Rögtön egy kérésem is lenne hozzátok, hogyha lehet, próbáljátok minél közelebb ülni ehhez a táblához, mert én most rajzolgatni fogok. Tekintettel arra, hogy a mondani valóm a lelki alkatokról szól, és gondolom, hogy sokan hallottatok már ezekről a dolgokról, de én szeretnék most ezt biblia alapokra tenni. Legtöbbször azt kérdezik tőlem, hogy az, amit a coachingolásokon, meg a mócsingolásokon, meg a nem tudom én miken elmondanak, hogy ez most mennyire biblikus, vagy mennyire ilyen pszichológiai duma, meg nem tudom én micsoda. A Biblia is foglalkozik lélektannal, ez egy külön tudomány az embertanon belül, az antropológián belül, és ennek az alapjairól szeretnék most beszélni, és hát néhány dolgot felvillantanék, amit majd nektek tovább kell gondolni, ha akarjátok, és végig kell gondolni, hogy ezeket a dolgokat hogyan tudjátok hasznosítani. A mai délelőtti beszédemnek a kulcs igéje a 2 Korintus 10-ben lesz a 4. verstől, ahol a szellemi harcról van szó. Talán vagytok olyanok, akik olyan irányból jöttök, mint én, hogy mi rettenetesen harcoltunk a magasságban levő szellemek ellen, meg megkötöztük őket, meg mindenféle. De a szellemi harc alapvetően nem erről szól, a szellemi harc bennünk zajlik. A lelkünkben zajlik, az elménkben zajlik, és hogy a szellemi harcnak a híres igéje az Efézus 6.12-ben van ugyan, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a gonoszság szellemei ellen, meg a sötétség erői ellen, amik a magasságban vannak. De itt a 2 Korintus 10-ben Pál apostol pedig azt mondja, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei erősek arra, hogy lerombolják az erősségeket, az okoskodásokat, a magaslatokat, amik az isteni ismerete ellen emeltettek, foglyulejtsék a gondolatokat, és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst a ti engedelmességetek teljessé válik. Hát lehet, hogy ez most egy kicsit így rejtélyes, de remélem, hogy mire a végére érek a mondani valómnak, egy kicsit ez a dolog is tisztulni fog, és világos lesz. Úgyhogy most elkezdtek ide rajzolgatni, és még egyszer kérem, hogy aki nem látja, akkor az ne kiabáljon, hogy nem látja, hanem jöjjön ide előre, és nézze egy picit közelebbről. Szóval, ugye az emberről azt olvassuk a Teremtés könyvében, hogy Isten az ember testét a földből, a porból formálta, majd belelehelte az életnek a szellemét, ami héberül úgy vagy, nashmit hajá, ugye a hajá az élet, a létezésnek a szava, és a nösámá az pedig a szellemet jelenti, mégpedig a személyes szellemet, azt, amit az Isten belénk lehelt. Az Isten szelleme, a szent szellem, ami teremtette a világot, és ami ugye jelen van mindenütt, azt Ruach HaKodesnek hívják héberül, ez a Ruach, hogy mondja is a szó, ez az általános szellem. Ha hasonlítani kell, ez egy kicsit olyan, mint ahogy a Ruach, az olyan, mint a levegő, ami körülvesz bennünket, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. De a nösámá az pedig az a lehellet, ami te benned van, ami a te tüdődben van, ami a te lényed részévé válik, ami téged éltet. És miután Isten ezt a nösámát belelehelte az emberbe, akkor lett az ember élő lélekké, nefes hajá. Ez a nefes pedig a görög pszichének a megfelelője, és a pszichét talán jobban ismerjük, ez a lélek. És amikor az ember megalkotta az Isten, tehát az ember súlypontja, középpontja a lélek lett. Bennünk van a szellem, ez az isteni részünk, bennünk van a lélek, ami szintén szellemi természetű, de kifejezetten a testhez kötődik, és van testünk, ami a porból vétetett. Ugye, amikor meghalunk, akkor pont a fordított folyamat játszódik le. A Prédikátor 12 azt mondja, hogy a halálkor a ruach visszatér az Istenhez, a test pedig újból porrá lesz, amelyből vétetett, és középen megmarad ebből a nefesből és nösámából álló rész, ezek vagyunk mi, ez az én. És ennek is, amit mi érzékelünk, ami tudatosodik bennünk, az a lélek. Ezt azért fontos leszögezni, mert ugye
sokféle tanítás van ezzel kapcsolatban az egyházban. Ha biblikusan szemléljük a dolgot, akkor mikor a Biblia azt akarja mondani, hogy ember, akkor azt mondja, hogy lélek. Ugye híres igény kapcsán 12, megtérnek az emberek, és bemerítkezett még aznap mintegy 3000 lélek, és csatlakozott a gyülekezethez. Tehát amikor szinonímaként az embert helyettesíteni akarja a Szentírás, akkor azt mondja, hogy lélek. És ezt így találjuk meg az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is meglehetősen következetesen. Na most Isten megalkotott bennünket valamilyennek, és van egy külső alkatunk. Belenézünk a tükörbe, és látunk valamit, vagy tetszik, vagy nem tetszik, de ez van, tehát ezt nem mi választottuk magunknak. Azt mondja a 139. Zsoltár, hogy Isten, mint egy a föld mélyében formált, ugye idomított, mondja a károli fordítás, de hát ez egy igazi károlizmus, tehát alakított, formált bennünket. A héber azt mondja, hogy szőtt és hímzett. Tehát Isten szőtte a szöveteinket, és még hímzett is, tehát vannak dolgok rajtunk, amik csak azért vannak, hogy szép legyen. Például a hölgyeknek a haja, hát az uraknál is van, néha nincs, de a dolognak ez a lényege, hogy csak azért is alkotott rajtunk dolgokat az Isten, hogy az szép legyen, tehát hogy nincs funkciója, csak egyszerűen a szépség okán. Tehát a testünket ő szőtte, és ő hímezte. Igen, ám, de a külső alkatunk mellett vagyunk valakik, és az igazi énünk ugye belül van. Azt, ami belül van, azt a Biblia szívnek hívja. Miért? Mert a szív ott van belül. És amikor a Biblia azt akarja mondani, hogy belül, akkor a szívre gondol, ezt így fejezi ki, hogy a szív. És a szív a belső életünket, a léleknek és a szellemnek ezt a belső életét, ami bennünk zajlik, ezt írja le, és nagyon gyakran a szív az nem más, mint a belső embernek a szinonimája. Na most a következő helyzet, az Efézusi levélben azt olvassuk, hogy a külső emberünk a napok múltával egyre inkább romlik. Tehát van egy olyan felfelé ívelő szakasz, amikor úgy kiteljesedünk, és aztán hát ugye jönnek a napok, amiket nem szeretünk, mondja Salamon, amikor már a dombocska is hegynek látszik, amikor az örlőleányok megkevesebbednek, és akkor a fülemüle zaja eltűnik, az ablak meghomályosodik, néha nehezen vonszolja magát az ember, mint a sáska, szóval van ez a nem szeretem időszak, amikor a teste elhasználódik, de a jó hír az, hogy az Efézusi levél pedig azt mondja, hogy de a belső ember minden nap, minden reggel napról napra megújul. Tehát mi történik? Kívül öregszünk, belül érünk, ha jól csináljuk a dolgokat. Ez tehát azt jelenti, hogy az embernek a személyisége, a belső lénye állandó fejlődésen tud keresztül menni. Míg a külsőnk, a testünk egy darabig fejlődik, aztán hanyatlik, bár igyekszünk ugye konzerválni mindenféle módszerekkel, de akkor is erre van ítélve, ugye hiába valóság alá van vetve, és még mi a szellemzsengé is nyögünk és sóhajtozunk, mert le akarjuk vetni ezt a elmúlásra ítélt testet, és fel akarjuk öltözni rá a romolhatatlan testet, de a belső emberünk viszont meg tud újulni, a napról napra meg tud újulni, és ez ugye a szív. Na most a helyzet az, hogy külsőre is vagyunk valamilyenek, és hát nem nagyon tudunk ezen változtatni. Tehát amikor az ember belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy 150 centi, fekete hajú, barna szemű, akkor hiába képzeli el, hogy ő szeretne 2 méteres szőkehajú, kékszemű, svéd óriás lenni, eltöltheti az egész életét azzal, hogy ezen munkálkodik, de hát maximum tólig tud bizonyos eredményeket elérni. Alapvetően vannak dolgok, amiket nem tudunk változtatni. Ugyanígy a belső lényünk, a belső emberünknek is van egy alkata, és az ugyanígy így tudunk rajta változtatni, de a jó hír az, hogy sokkal nagyobb változáson tud ez a belső ember keresztül menni, mint a külső. És a legnagyobb változás természetesen az újjászületés eredményezi. Amikor valaki Krisztusba belekeresztelkedik, belemerül, mert hitre jutott, abban, hogy bizonnyal Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia, akkor újjászületik, és azt mondja a Biblia, hogy új teremtés lesz, és az azt is jelenti, hogy új szívet kap. Mit jelent az, hogy új szívet kap? Az, hogy a belsejében kicserélődnek dolgok, vagyis egy személyiség változáson megy keresztül. És ez lesz majd a mondani valómnak a lényege. Erre szeretném kifuttatni, hogy ezért van bennünk egy belső képesség, hogyha újjászülettél, arra, hogy egy személyiség változáson tudjál keresztül menni. Akár milyen is vagy, akár milyen állapotban is vagy, van lehetőséged arra, hogy ezen változtatni tudjál. Sokkal nagyobb lehetőséged van, mint hogy akár az aggodalmaskodásoddal egy centit is megnöveld a termetedet. De tehetsz erőfeszítéseket arra, hogy belül
a szívnek ez a változása meg tudjon történni. Nem tudom, hányan ismeritek a görögöknek a felosztását, ugye a belső lelki alkatokra, a kolerikus, szangvinikus, van, aki ismeri ezeket. Igen, aki nem ismeri, akkor inkább jó vagytok egy páran. Én ezt fel szeretném most rajzolni, mert a görögök sem voltak hülyék, ugye ők is megfigyelés alapján tették ezeket a dolgokat, de ugyanúgy az írásokból ezt le lehet vezetni. Tehát ha ugye egy picit még a szívre visszatérve, amikor a Biblia szívről beszél, az ugye a belső életünk. De van, amikor a szívet párban említi, és azt mondja szív és elme. És olyankor, amikor szív és elme párjában találjuk ezeket a dolgokat, akkor az elme a gondolati, a tudatos, a megfigyelő, a racionális részét jelenti a belső életünknek, a szív pedig az ösztönöset. Amikor azonban a szív és a vese állnak párban, akkor ez pont fordítva van. A szív a tudatos belső működést jelenti, míg a vese a tudattalant. Azt, ami nem csapódik le benned, nem tudod, hogy mi történik veled, csak egyszerűen történik valami belül, és te se tudod, hogy mi az, ami történik. Miért van ez így? Azért, mert amikor gondolkozol, amikor elképzelsz valamit, a képzeleted, a fantáziád, a gondolataid, hol jelennek meg? A fejedben. Amikor viszont indulatok vannak benned, érzések vannak benned, amikor szeretsz, amikor dühös vagy, amikor megszakad a szíved, akkor viszont azt hol érzed? Itt, bent. És ezért úgy gondolták a régiek, és így is nevezték el, hogy ugye a szívben laknak az ösztönös dolgok, az érzés, az akarat, az, ami fölött az ember nem eldönti, hogy én így akarom, vagy én így szeretném, hanem egyszerűen van. Tehát kinyitják a repülőgép ajtaját, lenézel, hiába van a hátadon a... Mikor először ugrasz az ejtőernyő, az első ösztönös érzésed az lesz, hogy úristen, szaladjunk, fussunk, meneküljünk, szorongani és félni fog az ember, és aztán esetleg meg tudja magát győzni arról, hogy de hát az az ejtőernyő az ki fog nyílni, jó lesz az, már tréningezve vagyok, és felül tudja bírálni ezt az érzést, és csak kiugrik, csak kinyitja, vagy ha nem, hát akkor ez volt az utolsó gondolata. És... Így vagyunk tehát, hogy ezek ösztönösen törnek elő belőlünk, reagál, ez az ösztönös lényünk reagál mindenre, ami történik velünk, legyen a szellemi történés, betölt a Szentlélek minket, Isten szól hozzánk, megérint minket, és egyszerűen az érzések előtörnek belőlünk, sírunk, nevetünk, akármicsoda, magunk se értjük, hogy mi. A külső emberünk így látszodálkozik, hogy na hát ez most miért történt velem, de belül az érzések ösztönösen feltörnek, mert lereagálják a szellemi történéseket. Ugyanígy, amikor valami ér bennünket a külső világból valami inger, azt azonnal gondolatok és érzések kísérik. Lereagálja a szívünk azt, ami történik. Amit látunk, azonnal generál bennünk egy érzést, az agyunkban generál egy gondolatot, és lereagáljuk a történéseket, és aztán utána az eszünkkel, a tudatos lényünkkel, ha jól csináljuk a dolgokat, fel tudjuk dolgozni, elhelyezzük ezeket az észleléseket különböző polcokon, és megpróbáljuk elrendezni a szívünkben és a lelkünkben. Tehát amikor szívről és elméről van szó, akkor a szív az ösztönöset jelenti, az elme pedig a tudatosat, amikor pedig szívről és veséről van szó, akkor meg pont fordítva van, a szív jelenti a tudatost, ami tudatosul benned. Miért? Mert a szívverést tudjuk észlelni, tehát a szívnek a működését azt tudjuk mérni. Elemen a vese csendesen működik, szépen szürögeti a dolgokat, és csak ha nagy baj van, ugye vesegyulladás, vesekő és hasonló, akkor jelentkezik, de akkor ugye mint a szülési fájdalmak tudnak az emberre rátörni, hogyha esetleg volt valakinek ilyen problémája, azt tudja, miről beszélek. Tehát most mi ugye a lelki alkatokkal szeretnénk foglalkozni, és ezért a lelki alkat szempontjából az emberek abszolút két csoportba tartoznak. Az egyik, amit úgy hívunk, hogy a szívnek az emberei, a másik meg ugye az elme, az értelmi belátók, az elme emberei. Ugye a szív az ösztönös, az elme a tudatos. A szív a változtatni akaró, az elme embere pedig az, aki szemlélődik. Egy igazi szemlélődő típusnak elég, ha megérti a világot. Nem kell, hogy változzon a világ, csak értsen, mi történik. Szemlélem. Meg akarom érteni. A szív emberének viszont nem elég, ő változtatni akar rajta. Ez nem jó, ez zavar. Ez
Mózes kiment, és azt mondta, hogy mi az, hogy verik az izraelitákat, bum, változtassunk rajta, agyon csapta az embert, eltemette, stb., mert változtatni akart rajta. Ugyanígy Buddha is kiment a maga kastélyából, Indiába, ugye látta a beteget, a izét megkérdezte, hogy ez hogy van, és amikor szembesült ezzel, hogy micsoda az ember, akkor ő mit csinált, leült a fa alá, és addig nézte a köldökét, amíg az egészről kitalálta, hogy nem kell foglalkozni vele, hazugság, és képes vagyok ettől elvonatkoztatni. Tehát ő mit csinált? Szemlélődött, Mózes pedig cselekedett. Ez a két különböző típus, meg akarom érteni, de nem akarom megváltoztatni, vagy nem feltétlenül akarom megváltoztatni. A szív emberei viszont változtatni akarnak. Ők azok, akik változtatják a világot, ők meg azok, akik magyarázzák. Alapvetően az emberek lelkialkat tekintetében ebbe a két nagy csoportban tartoznak. A szívben azonban lakozik két nagyon fontos érzés, az egyik az akarat, a másik pedig az érzelem. Ugye mondtam, hogy az elmével, a gondolatokkal és az érzésekkel reagálunk a külvilágra ösztönösen, és ez ösztökél bennünket arra, hogy akarjunk valamit. Megérteni a világot, megváltoztatni a világot, az indulatok a szívünkben elindulnak, amik a cselekvéseinket aztán majd mozgatják. Most ugye az szerint, hogy ebbe a négy kategóriába, amit kiad ez a táblázat, hogy a szív emberéről van szó, ha az akarat dominál, akkor ugye a görögök ezt kolerikusnak nevezték el, hogy ez, ugye szép magyar kifejezéssel, ez a hős típus, vagy úgy is szokták mondani, hogy céltudatos, céltudatos kolerikus. Miért? Ugye a céltudatos kolerikus az abból a szempontból érdekes, hogy a görögök ugye ezt patológiai szempontból, tehát orvostani szempontból közelítették meg, és a koller dükkitörést jelent. Azért, mert ugye ennek a típusnak a negatív oldala az, hogy mivel amit ő akar, az akarva van, és hogyha az akarata akadályokba ütközik, akkor mi történik? Felmegy benne a pumpa, és azt mondja, hogy mi az, hogy elsüllyedt a hajó, én Szingapúrba akarok menni. Hogy képzelik ezt a dolgot? Hát ilyen nincsen. Jó, jön, úszkálunk az óceánon, és akkor merre van Szingapúr? Én arra úszok. Jön a mentőhajó, és akkor felvesz bennünket, megmenekültünk. Jó, de merre megy a hajó? Kuala Lumpurba? Hát ne menjen Kuala Lumpurba, Szingapúrba menjen. Miért? Mert ő céltudatos, ő oda akar jutni, azt szeretné. Nagyon sok ilyen alkatú ember választ politikai pályát. Miért? Mert ő változtatni akar a világon, neki van gondolata, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, és meg akarja ragadni a hatalmat, hogy legyen eszköze is. Ugyanígy a gazdasági világban rendkívül sok vállalkozó ilyen alkatú, mert változtatni akar, mert eszközt akar, mert van elképzelése, hogy hogyan kell a világot megváltoztatni. Aztán, hogy ez az elképzelés jó vagy rossz, az nyilván másik lapra tartozik, de van neki, és akar változtatni a dolgokon. Nagyon sok evangélista ilyen például az egyházban, és akkor hirdeti ugye az evangéliumot, mert tudja, hogy annak az embernek az életébe változásra van szüksége, és megismerte az Urat, és tudja, hogy ezt a változást az Úr Jézus Krisztus tudja elérni az életébe, és hirdeti neki az evangéliumot. Tehát ez a klerikus típus, a jó oldala a dolognak az a céltudatosság, a hatékonyság, hogyha akarod, egy dolgot akarod, hogy valaki elintézzen, akkor egy kolerikus alkatot választasz, ha ráharap a célra, akkor tudod, hogy ő addig megy, amíg el nem intézi, ki nem járja, úgy nem lesz, ahogy ő szeretné. A rossz oldala az pedig az, hogy amikor úgy érzi, hogy a céljai elérésének az útjába tornyosul valamilyen akadály, mondjuk te, akkor elönti a pulykaméreg, és szeretné ezt az akadályt minél gyorsabban legyőzni, és hogyha ezt rosszul csinálja, akkor ugye az átgázolás esete fog fennforogni. Ő átmegy csalitosabb berken mindenen, csak hogy elérje a célját. Hogyha a szív emberénél nem az akarat dominál a szívében elsősorban, hanem az értelem, akkor lesz az illető szangvinikus. Ugye népszerű szangvinikusnak hívják. Érzelem. Jó, itt van az elme, ez az értelem, és ez pedig az érzelem, ez zöbetű. Tehát ő lesz a népszerű szangvinikus, vagy az örök gyerek. Miért? Mert őnál az érzelmek dominálnak, és az érzelmek milyenek? Fönt-lent, és ugye ez a típus az, aki gyorsan felbuzdul, és ugyanolyan gyorsan le is lohad a
nagy kedve lesz hirtelen, és az első akadálynál azt mondja, hogy á, nem érdekes az egész, megyünk jobbra, megyünk balra. Ha örül, akkor az egész környezetét felvidítja, ha szomorú, akkor viszont mindenkit lehúz a béka feneke alá. Ha megjelenik egy buliba, akkor lehet tudni, hogy ő fel fogja dobni a bulit, hogyha ő jókedvű lesz, mert a legfontosabb neki a népszerűség. Ugye úgy is szokták mondani, hogy a szlogen, amivel össze lehetne foglalni az ő életérzését, az az, hogy csak unalmas ne legyen. Tehát bármi, inkább rosszalkodunk, csak unalmas ne legyen. Az én feleségem ugye alapvetően szangvinikus alkat, tanárnő, és néha a gyerekek rászólnak, mert amikor valami nagyon unalmas, akkor elkezd rosszalkodni, és akkor a gyerekek mondják neki, hogy tanárnőnek tetszik lenni a legrosszabb gyereknek. És ez igaz. De miért? Mert unalmas. Tehát, hogyha valami unalmassá válik, akkor kész vége, neki vége van. Ugye ő az, aki mindig elhagyja a kulcsot, aki soha nem talál semmit, akinek a táskáját, ha kiborítod, akkor rettenetes és borzalmas. Ha titkárnőt szeretnél, nem az ilyen típust választod, mert az biztos, hogy mindent elfelejt és összekever, mert a hangulatai, az érzései kormányozzák és irányítják. Nagyon szerethető éppen ezért, mert nagy életkedve van, nagyon megéli a mélységeket, nagyon megéli a magasságot, és rendkívül szerethető típus. Ugye a színészek többsége ilyen, a színpadon szereplők többsége milyen, mert népszerűséget szereti, szereti a figyelem ráirányul, néha még hantázik is, csak azért kitalál történeteket, csak azért, hogy a figyelem rá irányuljon, és ennek van nagyon jó oldala, és természetesen ugyanúgy van árnyoldala, mint minden másnak. Azért hívták szangvinikusnak a görögök, mert úgy gondolták, hogy ezeknek az embereknek több a vérük. Ugye a szangvia az vért jelent, és ugye vérbő, még így is fordítják magyarul, hogy hogyan vérbő valaki. Ez is egy temperamentum, ez is egy bizonyos alkat. Na hát ezek voltak akkor a szív emberei. Hogyha megnézzük a szemlélődőket, akkor ugyanezt találjuk az ő szívükben is. De valaki értelmi belátó, szemlélődő típus, és az akarat dominál a szívében, ugye akkor lesz ő flegmatikus. Tegyünk elé egy jelzőt, békés, flegmatikus, vagy hogyha ugye az örök gyermek vagy a hős típushoz akarom hasonlítani, akkor ő a diplomata. Nincsenek erős érzései, okos, értelmi belátó, elemző, és ugye sok hírbemondó ilyen, például a mérnökök egy része tipikusan ilyen. Itt, ami Vitrai Tamás volt híres erről, ugye híres flegmatikus volt, hogy most, amikor a fociba a döntő pillanatban lövés dördült el, és akkor azon múlt a nem tudom micsoda, a bajnokság vagy a cím sorsa, akkor ő azt mondta, hogy hűha, és akkor ez nála az érzelmek csúcspontja volt, mert ugye az akarat dominál. És mivel az érzelmek nem olyan erősek, és ugye nem, mint a kolerikusnál, az akarata nem olyan nyilvánvaló, ugye a flegmatikusokkal vigyázni kell, mert ők is nagyon erős akaratúak ebben az értelemben, csak hogy mondani szokták, szívósak, mint a teveszar. Tehát nem valhézik, nem izé, de ráharap, és akkor az úgy, oké, rendben van, de azért szóval szépen csendben, de nagyon, ők is nagyon céltudatosan tudnak küzdeni, harcolni. Ugye a diplomatikusságuk okán a diplomaták között találunk ilyet, mert a diplomatát ugye nem vihetik el az érzelmei, nem reagálhat ösztönösen, hanem nagyon is tudatosan kell maradniuk, ezért nevezték el róluk ezt a típust. Na most, hogyha az értelmi belátóknak az esetében az érzelem az, ami dominál, akkor lesznek melankólikusok, ahogy a görögök mondták. És ugye tegyük hozzá, hogy a tökéleteske. És hogyha ugye kicsit magyarabb nevet akarunk adni neki, akkor ez a művész típus. Miért? Azért, mert ő meg akarja érteni a dolgokat, értelmi belátó alapvetően, és nagyon mély érzelmeket él meg. És képes ezeket az érzelmeket kikutatni, feldolgozni, de valahogy ki kell fejezni. Most mi alkalmas az érzelmek, a gondolatok kifejezésére alkalmasak a szavak. Az érzelmek kifejezésére a szavak sokszor nem alkalmasak, pontosabban egy olyan készlet kell, ami már művészi értékkel bír. Ugye ha érzelmeket akarunk kifejezni, nem csak gondolatokat, akkor milyen eszközökhöz nyúlunk? A zenéhez és a költészethez.
igaz, a zeneköltészethez és a sima. Miért? Azért, mert a költői képekkel tudjuk kifejezni a kifejezhetetlent, és leírni a leírhatatlant. És ugyanígy a zene segít nekünk az érzelmekben. Ezért, amikor dicséretet éneklünk, akkor az miért jó, miért szeretik mindenhol? Azért, mert az érzelmeid is megmozdulnak, meg a gondolataid is megmozdulnak, a zene megmozgatja az érzelmeidet, a szöveg megmozgatja a gondolataidat, tehát az egész lényedet képes átjárni ez a történet. És ugye nagyon sok művész kerül ki ebből a fajtából. A görögök, ugye melankólikus szó két részből áll, két görög szóból áll, a melasz feketét jelent, a kólia az pedig epét, fekete epéjű, és miért? Mert ugye a patológiai része, a beteges része az, hogy hajlamosak a depresszióra. Miért hajlamosak a depresszióra? Mert mélyek az érzéseik, és ők tökéletességre vágynak. Most egy tökéletességre vágyó ember egy tökéletlen világban mi tud lenni? Folytonos csalódások áldozata lesz, és ugye tipikusan egy ilyen tipikus melankólikus, az például nem fog hozzá beverni egy szöget a falba, amíg pontosan nem látja maga előtt, hogy milyen kalapáccsal, hova, milyen szöggel, melyik falba. Ő neki minden pontosan részletekben menően tudnia kell, mert elakad, és nem képes megcsinálni. Ha egyetlen egy részlet hiányzik, akkor nem képes ezeket a dolgokat megtenni. Elakad, és mindaddig, amíg ő neki tökéletesen, és nem is tud beverni egy olyan szöget, csak tessék, lássék, azt pontosan ki kell mérni, annak pontosan ott kell lenni, az nem lehet egy centivel jobbra, nem lehet egy centivel balra. Nyilvánvalóan a kolerikust halálra fogja idegesíteni, aki a részletekkel nem akar törődni, hanem, de ő neki meg fontosak a részletek. Na most az érdekessége a dolognak az, hogy nyilvánvalóan ezek elvi dolgok. Senki sem ilyen, olyan, amolyan, emilyen, hanem mindenki egy kicsit valamilyen. És amikor megszületünk, akkor mondjuk ide rajzolok egy ilyen karikát. Ez lenne a kívánatos, hogy mindegyik, de hát a valóságban ez nem így van, hanem valamilyen alkatok vagyunk, mondjuk én flegmatikus vagyok, tehát leginkább ez a karika illik rám, van egy jó nagy adag melankólia bennem, van egy jó nagy adag flegmatikusság bennem, egy pici szangvinikus részem van, és egy kisebb kolerikus részem van. Tehát nagyjából így nézek ki. Na most, amikor megszülettem, és nyilván ahogy élünk, munkálkodunk és vagyunk, akkor ez a kis köröcske, ez elkezd növekedni. Most a személyiségfejlődésben az lenne kívánatos, hogy ez ilyen koncentrikus körökként növekedjen. De a valóság az, hogy mire elérjük a felnőtt kort, mindenféle hatások, jók és rosszak érnek bennünket, és ebből kifolyólag, ezt a tökéletest akartam innen le törölni, és ebből kifolyólag a végeredmény aztán valami ilyesmi lesz, mondjuk egy ilyen flegmatikusnak induló csecsemőből, hogy lesz valami ilyen amőba-szerű történet. És ez az amóba-szerű történet tartalmaz olyan részeket, amik kinyúlnak, olyan részeket, amik meg betüremkednek, és mindez attól függ, hogy milyen életet éltünk, mi az, amiket megéltünk. Vannak olyan részek, amik erősen betüremkednek, és itt térünk vissza akkor a 2 Korintus 10-re, ahol vannak erődítmények. Most ide rajzolok egy bástyát. Mit jelent az erődítmény? Hogyha megint egy képet, bibliai képet akarunk használni, ez olyan, mint Jerikó. Te el akarod foglalni az ígéret földjét, de ott van egy erőd, és először ezt az erődöt le kell győznöd ahhoz, hogy tovább tud lépni, tovább tud menni. Amíg ez az erőd itt van, a személyiség fejlődésedben mindig lesz egy ilyen betüremkedés, mert ott nem tudsz növekedni. Ez meggátolja, megakadályozza, hogy növekedjél. Másik ilyen, amiről beszél a Biblia, az a magaslat. Mit jelent a magaslat? Ugye a magaslatok az Ószövetségben azok a helyek voltak, ahol folyt Isten tisztelet, de nem a helyes Isten tisztelet folyt. Ugye a helyes Isten tisztelet Jeruzsálemben folyt, a jeruzsálemi oltáron, a magaslaton levő oltárokon, még ha Ábrahám, Izsák istenének áldoztak is, akkor is illegális volt. Mik ezek? Gyakorlatilag ezek a hamis vallásos ismeretek, amiket az emberbe belé táplálnak. Ezek lehetnek idegen vallások, vagy maga az ateizmus, ami szintén egy vallás, vagy nagyon sok más olyan dolog, ami a vallás szintjén van jelen az embernek az életébe. És ugyanakkor ezek a magaslatok mire emeltettek, hogy az igazi Isten ismeretet elfedje előled. Ez a maga választotta Isten tisztelet, amiről azt hiszed, hogy te Isten tiszteled,
de valójában csak be vagy csapva, és az energiádat és a sok mindent arra fordítasz, hogy ennek a, ezen a magaslaton áldozzál, de valójában ez mégsem visz közelebb téged az Istenhez, hanem éppen ellenkezőleg valójában eltávolít téged az Istennel való közösségtől. És aztán van egy harmadik típus, ugye ezek a rabló pandúr gondolatok, ezek itt körbe portyázzák az embert, és megint egy bibliai hasonlattal élve, ezek olyanok, mint az amálekiták. Ugye az amálekiták egy edomita törzs volt, akik a déli sivatagban laktak, és fosztogatásból éltek, rablók voltak. És félelmetes rabló népség volt, és ugye az amálekiták ellen az Isten hadjáratot hirdetett, azt mondta, hogy míg el nem törlöm Amáleket az ég alól, addig mindig harca lesz az Úrnak ezek ellen. És ezek ilyen portyázó gondolatok, amik jönnek, eszmék, érzések, dolgok, stb., amik nem tartósak az emberben, nem épültek be a személyiségedbe, de van egy gondolat, van egy érzés, olvastál valamit az interneten, hallottál valakit valamitől, valaki nagyon meggyőzően elmondta, hogy az oltás mennyire jó, a másik elmondta, hogy mennyire rossz, és akkor köröznek benned ezek a dolgok, hogy most hogy vannak, mint vannak, és ezek a gondolatok, ezek megakadályoznak téged abban, hogy Istenhez közelíts, olyanok, mint az amálekiták, nézik a gyenge pontot és fosztogatnak. Ugye Dávid is, mikor elvonult a Siklágból a filiszteusokkal a hadba, akkor még távol volt a nép, addig ugye Siklágot kifosztották az amálekiták, és akkor remélem ismeritek a történetet. Tehát ez egy ilyen amálekita népség, ami ellen harcot kell hirdetni. Miért? Mert azt is el akarja rabolni, és ki akar téged fosztani, amit már van. Tehát szeretné, hogy ki legyél fosztva. És ugye ebbe a részbe tartozik az engedetlenség is, és azt mondja Pál apostol, hogy az engedetlenséget akkor tudjuk megbüntetni, ha te már engedelmes vagy. Tehát amikor te ragaszkodsz valamihez, akkor mi nem tudjuk ezt megbüntetni, mert ugye nem a törvény alatt vagyunk, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Elvehetnénk erővel, megbüntethetnénk erővel, de akkor a személyiséged nem fejlődne, mert ez nem valódi változás. Tehát, hogyha te szereted ezt a magaslatot, én hiába veszem el erővel, nem fogsz tudni fejlődni ott. Miért? Azért, mert te továbbra is úgy gondolod, hogy az a helyes és az a jó, és ott leállt a személyiség fejlődése. Neked kell rájönni, hogy az nem jó, neked kell a magaslatot lerombolni, és akkor van esélyed, hogy valamilyen szinten fejlődni tudjál. Na most a jó hír az, hogy ez ugye a régi emberünk. Ahogyan nincs két egyforma új lenyomat, úgy nincs két egyforma lelki alkat sem. Ezek mind meghatároznak bennünket, ilyen csúnya nagy magaslat tud lenni például a szerelmi csalódás, amikor az embernek fáj és elhatározza, ő soha többé nem teszi ki magát ennek a dolognak, nem adja oda a szívét senkinek, nem bízik meg senkiben, és így tovább. És lesz egy nagy magaslat, ami megakadályozza őt abban, hogy szerethessen. Miért? Mert ahhoz, hogy szerethess, az sajnos akkor tetszik, hanem bizalmat kell adni. Ha nem adsz bizalmat, nem tudsz közel engedni senkit magadhoz. Márpedig bizalom nélkül nincs élet. Ugye azt szoktuk mondani a bizalomról, hogy olyan, mint a helyiségen az ablak. Ha nincs, akkor egy bunkerben élsz. Ha van, akkor beárad rajta a napfény, de nagyon törékeny. Nagyon sokáig tart megcsinálni, ha egyszer összetörték, a romjaiból felépíteni borzasztó nehéz. Hogy ha összetörted valakinek a szívét, mondjuk megcsalták, nem tudom én micsoda, összetörték az álmait, összetörték a bizalmát, akkor az olyan, mint amikor a kínai vázát lelöktük a focival, hogy meg lehet próbálni összeragaszgatni, de borzasztó nehéz. Összetörni egy pillanat. Megreparálni. Hosszú évek kitartó munkája, következetes munkája kell hozzá. Megbízhatónak kell lenned ahhoz, hogy újból bízzanak benned. És nem elég egyszer elég megbízhatatlannak lenni, hogy lerombold a bizalmat, és nagyon hosszú ideig kell megbízhatónak lenni, hogy újraépítsd a bizalmat. De természetesen a bizalom egy döntés is lehet, és azt mondja az ember, hogy oké, úgy döntök, hogy bizalmat adok. Na most a jó hír az, hogy amikor megtérünk, kapunk egy új szívet. És a szellemünkbe beköltözik maga a tökéletesség, az Isten tökéletes szelleme, és elkezdi ő a szellemünket vigasztalni, bátorítani, erősíteni. Tehát az újjászületéskor létrejön bennünk egy új teremtés. És ez az új teremtés, amikor tud növekedni, tud fejlődni, akkor képes arra, hogy kiegyenlítse azokat az egyenetlenségeket, amik bennünk vannak. És amikor hitre jutunk, és sikerül ugye a szellem fegyvereivel lerontani az erődöket, a magaslatokat, sikerül fogjul ejteni az amálekita gondolatokat, akkor mi történik? Hirtelen komoly személyiség fejlődésen
megyünk át, megyünk keresztül. Mert ami évekig vagy évtizedekig fogva tarthatott, azt, amikor lerombolódik és Jerikó falai leomlanak, abban a pillanatban egy nagy területet el tudsz foglalni, és hirtelen érzed a változást, és hirtelen érzed, hogy a dolgok jóra fordulnak. És hát sajnos épülhetnek új erődítmények, és épülhetnek új magaslatok, és támadhatnak új amálekiták, és fosztogatók, és minden egyebek, mert ugye az ördög azért jön, hogy lopjon, őjön, és pusztítson. Amikor Jézus megkeresztelkedett, az első kijelentés, amit kapott az atyától, mi volt? Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. A következő pillanatban mi történt? Jött az ördög, és mit akart ellopni? Ezt a kijelentést. Ha valóban Isten fia vagy, akkor. Ha valóban Isten fia vagy, akkor. Ha tényleg Isten fia vagy, akkor. Azt akarta, hogy Jézus kezdje el bizonygatni, ugye ez az első kísértés, hogy ő az Isten fia. Csak onnan tudhatod, hogy Isten fia vagy, hogy parancsolsz a köveknek, és azok kenyérré változnak. De onnan tudta Jézus, hogy ő Isten fia? Hogy a kövek kenyérré változtak? Nem. Azt válaszolta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Vagyis mit mondott? Nem azért vagyok Isten fia, mert a kövek kenyérré változnak, vagy nem, hanem azért, mert az Isten azt mondta. És egészen másra helyezte a hangsúlyt, mert az ördög ugye azt szerette volna, hogy a külső ómenekbe helyez ki ezt a belső bizonyosságot. Ha jól megy az üzlet, szeret az Isten. Nem jól megy az üzlet, nem szeret az Isten. Találtál párt, szeret az Isten. Nem találtál párt, nem szeret az Isten. És így tovább. És amikor te kihelyezed a belső bizonyosságodat, az Isten igéjébe vetett hitet, ilyen kiszervezed ilyen külső ómenekbe, külső jelekbe, akkor az ördög téged becsap. Ad 2-3 igaz jelet, aztán 3-4 hamisat, és neked a Krisztusba vetett hited felül a hullámvasútra, és ezzel száguldozik. Tehát vannak kísértések, és ezért mondja az idézet Efézus 6.12 is, hogy vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, és őrizzétek a fontos dolgokat. Mik ezek a fontos dolgok? A remény, a megigazultság, az igazsághoz való ragaszkodás, az evangélium hirdetésének a készsége, és a hit, amihez ragaszkodni kell, hogy, és mi ez a hit? Az, hogy Isten szeretett engem. Nem azért váltott meg, hogy elveszítsen, nem azért szállott alá, tette a nagy csodákat, és hozott ki Egyiptomból, hogy utána a pusztába elveszek, hanem ha kihozott, akkor be is fog vinni. És az ördög ezt el akarja lopni, ezt a hitet, és úgy azért hozott ki a pusztába, hogy itt hajj meg. Nem voltak sírok Egyiptomban. És mindig ugye a nép, mikor zugulódni kezdett, elveszítette a reménységét. Nagyon sok ilyen keresztényel találkozok, bocsássátok meg most is, aki azt mondja, hogy de hát én elkövettem ezt a hibát, vagy elkövettem azt a bűnt, itt fogok meghalni a pusztába. Nem. Csak akkor fogsz itt meghalni a pusztába, azt az ördögnek elhiszed. De ha elhiszed, hogy az Isten azért váltott meg, és hozott ki téged Egyiptomból kinyújtott karral, erős kézzel, mert be is akar vinni, nem csak ki akar hozni, hanem be is akar vinni, akkor tudod azt, hogy igen, lehet, hogy most szemre nem így néz ki, de az én Istenemmel minden lehetséges. És ha ő megígérte, ha megcsinálta, hogy kihozott, és nem kértem, a zsidók se kérték, téged is Isten úgy hozott ki a világból, hogy nem tettél hozzá tulajdonképpen semmit, nem voltál jó, nem imádkoztál, nem böjtöltél, nem jártál gyülekezetbe, nem olvastad a Bibliát, Isten mégis megmentett bűnös állapotodban. Ha pedig ez így volt bűnös állapotodban, mennyivel inkább így van most. És az Isten megígérte, hogy kihozlak, és azt megígérte, hogy beviszlek, és megcsinálta azt, hogy kihozlak, akkor nyilván be is akar vinni. Tehát ebből kell kiindulnod, hogy Isten be akar vinni, ő az üdvösségedet akarja, és nem elveszíteni akar. De amikor felépülnek a magaslatok, és jönnek az amálekiták, akkor el akarják lopni mindazt, amit már van. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És ezért az Isten igéjébe vetett hit növeli a belső emberünknek az erejét. És ez a lelkiismeretben zajlik, amiről a Bibliának nagyon sok érdekes mondani valója van. Van erős lelkiismeret, van erőtlen lelkiismeret, van megfertőzött lelkiismeret, van kiégett lelkiismeret, és így tovább. De a jó lelkiismeret az egy rendkívül fontos dolog az ember számára, és tudjuk, hogy amire az ószövetségi áldozatok képtelenek voltak, nem érték el a lelkiismeretet, az új szövetség egyszerű és tökéletes áldozata a mi lelkiismeretünket tisztította meg. Ahogy Jézus is azt mondta, nem az fertőzteti meg az embert, amit megeszik, hanem az fertőzteti meg az embert, ami a szívből jön ki, bemegy a füleden, és nem a gyomrodba jut, és hogy utána távozzék ugye a másik végén a vérrendszernek, hanem
belejut a szívedbe, és elkezd ott mérgezni, és elkezd ott a lelkiismeredetet tisztátalanná tenni, és ez erőtlenné teszi a hitedet, erőtlenné teszi az Istennel való kapcsolatodat, és erőtlenné tudja tenni a személyiségedet. A jó hír tehát az, hogy bármilyen alkatú is vagy, él benned valaki, aki tökéletes, az ő szelleme tanít téged, vigasztal téged, erősít téged, és képes vagy arra, hogy az Isten szellemére támaszkodva ezeket a dolgokat, ami nagyon kilóg, azt le tud reszelni, ami nagyon betüremkedik, azt le tud győzni, és át tudjál menni egy olyan személyiségváltozáson, hogy egyre jobban Krisztusra hasonlíts. A tanítványnak pedig elég, ha olyan, mint az ő mestere. De ahhoz Krisztustól kell tanulnod. Krisztustól kell megtanulni, hogy a szív tisztaságát, Krisztustól kell megtanulni azt, hogy ne a világhoz szabd magad, hanem változz el a gondolataidban. Krisztustól kell megtanulni, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Krisztustól kell megtanulni azt, hogy ő képes volt minden helyzetben olyan lenni, olyan érzelmeket, amikor buliba volt, akkor örülni tudott, amikor Lázár feltámasztotta, előtte sírdogált egy kicsit, ismerős volt gyakorlatilag minden érzéssel, és mindent meg tudott élni. Ő meg tud minket tanítani, ő példát szabott nekünk, és ezt a példát láthatjuk az igében, és az igének a rejtelmeit pedig kibontja nekünk a szellem, ami bennünk lakik. És azért lakik bennünk, és azért van bennünk, hogy ez a csoda meg tudjon történni. Akik hisznek, azoknak a belsejéből élő vizek folyamai ömlenek, és ez az élő víz képes a szomjas lelket és a elsivatagosodott lelkünket megerősíteni. Az apostolok fegyverei pedig az ő tanításaik, az ő igehirdetéseik, az ő imáik, az ő profétikus kijelentéseik pedig képesek lerombolni a magaslatokat, ledönteni az erődöket, és fogjuk lejteni az amálekitákat, és legyőzni az amálekitákat. És ezért jó kereszténynek lenni, mert erre van egy lehetőségünk, van egy esélyünk, és a világ ezt nem tudja, mert elmész egy pszichológushoz, ő mit csinál? Szépen körbe cizellálja, virágokkal körbe rakja az erődöt, liliumokkal körbe szövi a magaslatot, nem tud rajta változtatni. Az Isten igéjében pedig megvan az a hatalom, hogy élő és ható, és képes arra, hogy valóságos személyiségváltozást hozzon az életünkben. Na jól van. Hát egyelőre ennyi. Nem látom az órát, de biztos, hogy már túl vagyunk a limiten. És elbékedjetek ezen, gondolkodjatok ezen. Nagyon érdekes kérdések ezek szerintem, amin érdemes gondolkodni, elmélkedni. És akkor, ha még van kérdésetek ezzel kapcsolatban, vagy a témával kapcsolatban, vagy akármivel kapcsolatban, akkor most tegyétek fel őket. Parancsolj! Nekem olyan kérdésem van, hangosan érjünk vele, hogy van-e olyan személyiségtípus, majd megismétlem. Gyere, akkor mondd a mikrofonba. Tehát, hogy tudom, hogy nem egy személyiségtípusba tartozik egy ember, de van-e olyan személyiségtípus, dominancia, hogyha két személynél különbözik, akkor ez a párkapcsolatban akkora gond lehet, hogy olyan két személyiségtípus ne jöjjön össze, vagy ez nem lehet akadály egy párkapcsolatnál? Hát alapvetően nem lehet akadály, főleg ha abból indulunk ki, hogy mindegyikükben Krisztus dolgozik, és dolgoznak a nehéz részeken. Ugye a statisztika szerint az embereknek a 70%-a keresztbe házasodik. Ugye a hős típus meglátja a kis töprengő, tépelődő melankólikust, és mit akar, meg akarja menteni, hát a királylány oda megy a fehér lovon, megmenti, és stb. A királylány meg úgy érzi, hogy végre érkezett valaki, aki mellett biztonságban érezheti magát, és így tovább. Ugyanígy keresztbe egy flegmatikus élete unalmas tud lenni, és ezért nagyon tud gyönyörködni abban a kis életvidám úrban, hölgyben, aki viszont megéli az életet, és tud nagyon örülni, és hú, és ugyanakkor nagyon tud bánni, és ez úgy tetszik neki, és ez egy nagyon klassz. A szangvinikus úr vagy hölgy pedig egy flegmatikus mellett azt érzi, hogy az életét mentette meg, pedig ő pusztán azt mondta, hogy ráérünk arra még, nem kell azt olyan forró, stb.
10-ből 9-szer igaza lesz a legtöbb probléma, amin agódik egy ember, vagy ami az érzelmeinket felkavarja, magától letisztul, magától megoldódik, és pusztán ezzel, hogy nyugi, majd meglátjuk, ezzel az életét menti meg legtöbbször egy szangvinikusnak. És így egymásra találnak, megszeretik azt, ami belőlük hiányzik a másikban. Tehát ez a 70%. De ugyanakkor ez a csapdája is a kapcsolatnak, mert eltelik 5-6-7-8 év, és az, amit szerettél benne, azt elkezded megutálni. Miért nem olyan, mint én? Miért nem úgy reagál, mint én? Miért nem azt szereti, amit én? Miért nem azok a probléma megoldó dolgai, mint én? Azt szokták mondani, hogy ha ugye ezek a lelki alkatok, ha valakiben nagyon sok kolerikus és ugyanakkor nagyon sok flegmatikus jegy van, tuti, hogy személyiségzavar. Az illető vagy kolerikus, vagy flegmatikus, de szétnevelték. Ha kolerikus volt, állandóan rászólták, és annyit metszették vissza, hogy lett belőle egy ilyen szárnyaszegett sasmadár, vagy fordítva, a flegmatikus volt, annyit mondták neki, hogy gyerünk már, csináljad kell, hogy nem elég, csináld, hogy felvett egy csomó kolerikus jegyet, de az nem ő. Tehát az tulajdonképpen személyiségzavar. Ugyanígy, ha egy szangvinikus túl sok melankolikus jegyet kutat fel, vagy egy melankolikus túl sok szangvinikus jegyet, akkor lehet tudni, hogy az egy személyiségzavar. Szoktak az emberek így is házasodni, hogy a maradék 30-25% ebből kerül ki. Ez is nagyon gyakori. Miért? Mert ugye érzi a rokonságot a két ember, hiszen ő is a szívembere, ő is a szívembere, ő is az értelmi belátó. Pillanatok alatt megtalálják a hangot, pillanatok alatt megértik egymást, és így viszonylag könnyű nekik egymásra találni. Elméletileg nincs olyan lelki alkat, ami kizárná a kapcsolatot. Ráadásul ugye a Biblia csak ennyit mond erről a dologról, hogy ahogyan nem tudod kikutatni, hogy merre ment a sas, mert nem hagy nyomot az égen, ahogyan nem tudod lekövetni a kígyó nyomát a kövön, mert nem hagy nyomot, ahogy a gályák nyomát sem tudod lekövetni az óceánon, mert nem kinyomozható ez a dolog, ugyanígy van a férfi útja az asszonnyal, kikutathatatlan. Ki mit, miért szereti meg a másikat, mit szeret meg benne? Ugye az énekekének azt mondja, olyan az én kedvesem, mint az almafa a tövisek között, hogy egyszerűen van egy tömeg, és úgy kiúrik hirtelen. De hogy miért úgy, hát próbálnak erre magyarázatokat találni, de se a tudományos oldalon, se a biblikus oldalon nem nagyon találnak rá igazán használható és kézzelfogható magyarázatokat. Ott volt még egy kéz, nem? Tehát a gyógyulásnál elhangzott az, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor le tudja győzni a magaslatokat, mélységet, stb. Ezeket az egyenlenségeket, de szerintem van egy másik útja is a gyógyulásnak, és kétszeres gyógyulás van. A másik útja az, hogy Krisztusban nekünk Isten előtt tökéletes keretként, tökéletes körként néz ránk Isten, az van nekünk tulajdonítva, hogy tökéletessé vagyunk nyilvánítva Krisztus előtt, és ez a tudat szintén gyógyít. Tehát nem csak a magaslatok letörése, hanem még az is, hogy ezzé vagyunk nyilvánítva. Mit szólsz ehhez? Igen, én nem pont teljesen így látom, mert Isten nem csapja be saját magát, ő pontosan tudja, hogy kik vagyunk, hanem én inkább a szeretet oldaláról közelítem meg. Én is, amikor látom a gyerekemet, és mit tudom én, még 3 éves, és még mindig nem talál bele a bilibe, ez rendkívül bosszantó. De szeretem őt, és megoldom, és hitben látom őt. Tudom, hogy majd eljön az a nap, amikor beletalál. Tudom, hogy meg fogja oldani. Ugyanúgy Isten bennünket hitben lát, és tudja, hogy most még nem vagyunk rá képesek, de majd eljön az a nap, ahogy vele járunk, amikor képesek leszünk rá. Jézus tudta, hogy Péter nem képes fogságra, halálra, nem, hogy Péter nem lesz, hanem inkább nátszál lesz, mint kőszikla, de azt is tudatta vele, hogy mikor eljön a nap, akkor készen fog állni fogságra, halálra is. Még akkor is, ha most még nem készen van. És amikor megjelent Péter, amikor először találkoztak, már azt mondta neki, hogy te Péter vagy. Tehát ez az, ahogy az Isten az ő szeretetével és hitével néz ránk, és ebből a szeretetből és hitből szól hozzánk, és mondja nekünk azt, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ha te tudod, hogy az Isten gyönyörködik benned, ha te tudod, hogy az Isten szeret, ha te tudod azt, hogy az Isten jót tervezett az életed felől, ha tudod, hogy az Isten jó jövőt tervezett neked, ez adja a szellemednek, a lelkednek a stabilitását, és ennek az eredménye lesz az, hogy a lelkedben is a folyamatok a gyógyulás irányában
irányába, vagy a növekedés irányába tudnak hatni. Tehát a hit, a szeretet, a bizalom alapján működő kapcsolat tesz téged, az emberi kapcsolatokban is így van, de az Istennel való kapcsolatban is így van, hogy ezek tesznek téged képessé a növekedésre, és a növekedés eredményezi azt, hogy kinövöd azokat a dolgaidat, amik most még bosszantanak, vagy ha téged nem, akkor a környezetedet. Lehet, hogy te neked nem bosszúság, de a környezetednek igen. Én egy picit ennyivel árnyalnám azt, amit mondtál. Oké, még egy utolsó kérdés. Először, parancsolj. Ez egy kérdés lenne, hogy sokan mondják, hogy Jézus munkálkodik általunk, Jézus használ fel minket, használja, ugye, hogy amit mondunk, de tényleg így van, de hogy nincs olyan, hogy valaki annyira ezt veszi át, hogy így a személyiségét elveszti, hogy mindent Jézus. Hát van ilyen jelenség, ugye, mikor valaki annyira szuperszellemi lesz, hogy hát ugye a vallásos elmebaj egy bizonyos formája tulajdonképpen ez a dolog. Tehát egy egészséges lelkű ember tudja, hogy a szellem, lélek, test elméletileg külön választható, gyakorlatilag nem. Tehát a mi számunkra, a hívők számára az, hogy fürdünk egy jót, eszünk egy jót, iszunk egy jót, ugyanúgy szellemi dolog, mint az, hogy beszélgetünk egy jót, vagy elolvasunk egy könyvet, ami érdekes világot tár elénk, és így tovább, vagy hogy tápláljuk a szellemünket, mit tudom én, az istentiszteleteken, vagy az imádkozással, vagy a virasztással, ezeket nem kell külön választanunk, hogy ez testi, ha kávét iszok, testi vagyok, betöltek ezek Szentlélekkel, akkor szellemi vagyok, és hogy minden nap, nem. De az életünk ebben a normalitásban kell, hogy zajoljon, hogy ezt elméletileg külön tudjuk választani, hogy ez a sík, az a sík, de ez elmélet. A gyakorlatban ez egy, tehát a testünk, a lelkünk és a szellemünk teljesen egyformán fontos, és ilyeneket mond az apostol, hogy Isten mindent azért teremtett, hogy hálaadással élvezzék azok, akik az igazságot megismerték. Tehát bármi, amit Isten alkotott, Istennek minden teremtett állata jó, nem kell félelemmel enned, mert nem jó, hanem megeheted, ugye ez az ige tanítása, és aki mégis félelemmel eszi, mert úgy gondolja, hogy ő szellemibb, hogyha csak marhahúst eszik, és mit tudom, disznóhús nem, megteheti, de hogyha ezt tényleg ő hitből teszi, rendben van, de ha félelemből teszi, akkor viszont torzulást fog hozni a személyiségébe, és nem épülést, ezt idővel majd le kell vetközni, el kell jutni a Márk 7-ig, és el kell olvasni, hogy Jézus erről mit tanított, és Márk ugye oda is írta a gyengébek kedvéért, hogy Jézus ezzel minden étel tisztának nyilvánított, kész, pont, lehet lapozni, lehet tovább menni. Oké. Okay. Akkor én megköszönöm a figyelmet. Tudom, hogy nem merítettük ki a témát, nem is ez volt a cél, inspirálni szerettelek volna benneteket. Elmékedjetek ezen, gondolkodjatok ezen. Ha tévedtem, javítsátok ki, írjátok felül az igével, fejlesztétek tovább adott esetben, vagy ha úgy érzitek, hogy bosszant bánt benneteket, akkor felejtsétek el, és forduljatok abba az irányba, amiről úgy érzitek, hogy épít benneteket. Imádkozzunk! Szeretnénk imádkozni, elmondanék egy rövid imát, arra kérek benneteket, hogy álljunk fel egy pillanatra, és akkor hajtsunk fejet az örökkévaló Isten előtt. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, mennek és földnek az Ura, mindenek alkotója és teremtője, köszönjük a megváltásnak a kegyelmét, köszönjük neked, Uram, azt, hogy te odahagytad a mennyeket, kiüresítetted magad az isteni formádból azért, hogy legyere értünk emberekért, és annyira szerettél bennünket, hogy kész voltál felmenni értünk a keresztfára, és meghalni értünk, de nem csak meghaltál, hanem fel is támadtál, és ezt is értünk tetted azért, hogy mint az emberi nem képviselője, helyet foglalja hatalomnak a jobbján, hogy megnyisd a mennyei szentélyt a számunkra, ahol te magad látod el a főpapi szolgálatot, hogy olyan főpap legyen ott a mennyben, aki mindenben megkísértetett hozzá hasonlóan, aki könyörülő és irgalmas, aki tudja, hogy milyen létezni ebben az emberi testben, ami még alá van vetve a bűnnek, az elmúlásnak és a hiába valóságnak, és hogy ebben a testben kell nekünk megélni a mennynek a valóságát, és bár ezen a földön élünk, mégis idegenek, jövevények és vándorok vagyunk, és a bűn körülvesz bennünket és megsebez bennünket, és a kapcsolataink sem úgy működnek, és a keresztény életünkben is lehetnek nehézségek, de tudhatjuk, Uram, hogy te ott vagy mellett, ott vagy velünk,
minden esetben, minden időben felnézhetünk rád, tanulhatunk tőled, és a te beszéded meggyógyít és megszabadít bennünket pontosan úgy, ahogy a centúrió is mondta, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Uram, köszönjük, hogy te kibocsájtad a te szavadat, a te igédet, ami sokkal több, mint betű, élet és szellem, maga az Istennek a valósága, ezen keresztül osztod meg a te személyedet, ezen keresztül osztod meg a te valóságodat, a te hitedet, a te szeretetedet, azt a reménységet, amit az ígéreteidben nekünk adtál, hogy ezek által éljünk. Köszönjük neked, minden ható Istenünk, hogy te nem csak elkezded a jó munkát, hanem be is fejezed, te nem olyan toronyépítő vagy, aki hozzáfog a dolgokhoz, hanem olyan, aki be is fejezi, véghez is viszi, amit elkezdett, te nem csak az alfa vagy, hanem az omega, nem csak az elkezdő, hanem a bevégző is. Ebben a bizalomban, ebben a meggyőződésben hívjuk ma is segítségül a te nevedet, és én imádkozom, Uram, testvéreimért, látogasd meg őket, tedd őket éppé, tedd őket egészé, áld meg őket, Uram, az életükben, segíts nekik, hogy felismerjék a magaslatokat, felismerjék az erődöket, felismerjék az amálekit, a gondolatokat, és felvegyék ezek ellen a harcot, a küzdelmet, tudván azt, hogy ha Isten velünk, akkor senki sem lehet ellenünk, hogy nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, sem mélység, sem magasság, sem emberek, sem angyalok, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők. Köszönjük, Uram, hogy te ennyire elkötelezett vagy mellettünk, és ennyire szeretsz bennünket. Legyen áldott a te neved, és azért imádkozunk, Uram, hogy ehhez az elhíváshoz mi is fel tudjunk nőni, hogy mi is méltóvá tudjunk válni, hogy meg tudjuk szentelni a te nevedet ezen a világon, ami Urunk a názareti Jézus nevében. Amen. Legyetek áldottak.